Sziasztok! A mai videóban egy nagyon legendás repülőgépet fogunk megnézni LEGO verzióban, ami nem más, mint a Concorde utasszállító repcsi, ami egy ikonszos termékcsaládba tartozó készlet a LEGO világába, és itt alul elolvashatjuk, hogy 18 pluszos készlet, értelemszerűen 10-318-as tételszámot viseli, és hogy összesen 2083 darab alkatrészből épül föl, ami elsőre nem hangzik olyan rettentően soknak, viszont a megépített gép hatalmas, nagy és nagyon jól néz ki, szóval nem érheti az embert csalódás ennél a készletnél. És ugye, ami a dobozon nincs rajta, az a megjelenési dátum, ez 2023. szeptemberében jelent meg, szóval már egy lassan egy éves készletről van szó. Ugye a dobozon a 18 pluszos készletekhez illő módon ilyen fekete hátteret kapunk, amin nagyon jól mutat a fehér utasszállító gépünk, ezzel a kékes háttéres kis fénycsóvával, ami mögötte van, elképesztően jól néz ki. Aztán a doboz hátulján pedig kapunk egy képet egy igazi, éppen leszálló félben lévő Concorde-ról, aztán a utastérről, meg az egyéb kis funkciókról is kiemelnek kis részleteket, illetve itt van még számunkra egy fontos info, az pedig a kis vonalrajz, amiből kiderül, hogy 102 cm széles, vagy hosszú inkább, hosszú a gép az állványra feltéve, szóval több mint 1 méter hosszú, és az elképesztően nagy mindenféle szemben nézve, főként, hogy egy LEGO építményről van szó. A doboz tetején egy egyes méretarányban pedig itt a pilótafülkénél látható printelt wedge alkatrész. Látható, ugye erre van felírva a Concorde megnevezés is. Hát egy óriási nagy karton kapunk, ahogy láthatjátok, így is éppen, hogy csak elfér mellette. Tényleg nagyon látványos az egész, hogyha meglátod a boltban, akkor így azt érzed, hogy kell. Aztán jöhet az összerakási útmutató, ami egy szokás szerint A4-es formátumú füzet, ilyen fehér, letisztult dolog az egész, és 293 számozott oldalt találunk benne, az elején pedig értelemszerűen olvashatunk egy kicsit a Concorde repülőgépről is, ilyen kis történeti áttekintést láthatunk, kiemelik fontosabb részleteket, így a szerkezetből, ugye a motorokról, a szárnyakról, a kabinról, az ablakokról, csomó kis érdekességet lehet elolvasni, ez nagyon szimpatikus benne. Aztán a designer csapattól, vagy tervező csapattól is kapunk szokás szerint üzeneteket, de meglehetősen rövid ez a bevezetés, szóval mondjuk a Daytonához képest, a Technic Daytonán nem tudom, 20 oldalon keresztül voltak dolgok, itt meg nem tudom, 6 oldal, 7 oldal, 8 oldalon letudják az egészet, közben pedig ez egy sokkal jelentősebb történelmi, sokkal fontosabb eszköz talán, úgy lehet mondani, mármint, hogy mindegy, van hozzá történelem, mindegy, nem, ez nem fontosabb, ez butaság, ez vegyétek figyelmen kívül, összességében egy nagyon gazdag történelemmel ellátott, vagy történettel látott szerkezetről van szó, ami azért egy kicsivel több bevezetést is megérdemelt volna, mert szerintem lenne miről mesélni. És úgy döntöttem, hogy most én fogok nektek egy kicsit, mert nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Concorde-ot, szóval most olvasok nektek egy kicsit. Maga a Concorde, azaz Air France és a British Airways által üzemeltetett szuperszonikus utasszállító repülőgép, ami másodikként lépte túl a hangsebességet a személyszállító gépek közül, és ez volt a második leggyorsabb utasszállító repülőgép a világon. A sebesség elérte a 2200 km per órát, vagyis túl szárnyalta a hangsebesség kétszeresét, azért az eléggé durva. Elsőként 1969-ben emelkedett levegőbe, és 27 éven keresztül állt szolgálatban, általában Londonból vagy Párizsból ment New Yorkba, és a legjelentősebb rekordja pedig az, hogy London és New York közötti távot 2 óra, 52 perc és 59 másodperc alatt tette meg 1996. február 7-én, szóval kevesebb, mint 3 óra volt az út, ami elképesztő. Viszont azt tudni kell, hogy a repülőgép fejlesztése az egy óriási nagy anyagi megterhelés jelentett Franciaországnak és Nagy-Britanniának. Nagyon-nagyon sok pénzt fordítottak rá, és összességében erről egy ilyen hatást
is elneveztek, ez a Concord hatásra jól rémlik, hogy egy idők folyamán egy ilyen értelmetlenné vált projektbe már nagy arcvesztés lett volna, hogyha nem fejezik be és kiszáll az egyik fél, vagy mindkét fél, és emiatt továbbra is öntötték rá rengeteg pénzt, miközben tudták, hogy nem fog sosem megtérülni a dolog. Szóval visszakanyarodva a gyártásra, ugye eléggé sokáig tartott, amíg elkészült. Az első menetrendszerű járat ugye 1976-ban emelkedett föl, viszont 2000-ben volt egy katasztrófa, lezuhant az egyik gép, és utána a 2001-es terrortámadások miatt is megingott a repüléssel kapcsolatban a bizalom, emiatt 2003. október 24-én kivonták a forgalomból ezt a repülőgép típust, és utána pedig múzeumokba kerültek, és összesen 20 repülőgép épült Franciaországban és az Egyesült Királyságban, ezek közül 6 darab volt prototípus, vagy tesztrepülőgép, és 7-7 példányt kapott az Air France és a British Airways is, és még egy olyan érdekesség, hogy egyetlen egyszer járt Budapesten az egyik ilyen Concord, 1985. szeptemberében, szóval járt Magyarországon is. Na most remélem, hogy egy kicsit jobban megismertétek a típust, és akkor nézzük is meg magát a készletet. Ami, ahogy láthatjátok, elképesztően nagy, ugye nem hazudtak, több mint egy méteres, és elképesztően jól néz ki, azt meg kell mondani. Ugye letisztult, de mégis megvannak a részletei, vannak funkciók is benne, és egész olyan csodás, annyira elképesztő. Ezt tudtam, hogy kell nekem, hogy amikor meglátom, hogy megjelent, és tényleg nem bántam meg, hogy megvettem, mert nagyon-nagyon különleges eszközről van szó, vagy járműről van szó. Tényleg elképesztően jól néz ki. És egy dolog nehéz benne, az a tárolás, és építésnél is amúgy egészen furcsa dolog kellett. Kaptunk narancssárga alkatrészeket, amiket a különböző építési fázisoknál kellett támasztékként használni a szárnynál, mivel itt gyakorlatilag a szárny az teljesen össze van építve a törzsel, és egy annyira erős szerkezetet alkot, hogy tényleg nagyon stabil az egész gépünk ennek köszönhetően, viszont építésnél emiatt egybe kellett kezelni az egészet, és hogy ezeket a nagy delta szárnyakat úgy eléggé nehéz összenyomni, hogyha nem tudod felfektetni az asztalra, vagy nem tudod megtartani, szóval van két ilyen narancssárga kis ékünk, amit a szárnyak többéhez lehetett elhelyezni, és van két más narancssárga dolgunk, aminél már nem emlékszem, hogy hol és mit rögzített, de ezek mind csak az építés közben kellettek, amikor befejeztétek az építést, akkor ezek tartalék alkatrészek lesznek, vagy ennek tartalék alkatrésznek sem nagyon mondható, mert nem tudod az építéshez használni, hanem arra használod fel, amire szeretnéd. Csak gondoltam, megemlítem, mivel ilyennel eléggé ritkán lehet találkozni a készleteknél. És akkor rátértünk a részletekre. Egyfelől szeretném kiemelni, hogy nincsen matrica a készletben, minden printerre érkezett, ami elképesztően prémium hatás az egésznek, nagyon pontos így az egész, és nagyon mutatós, és vannak benne speciális alkatrészek, amiket direkt ehhez a készlethez gyártottak, szóval eléggé nehéz leutánozni, és tényleg vannak benne funkciók is. Fú, nem is tudom, mivel kezdjem, most zavarba jöttem teljesen, szóval egyfelől szeretném kiemelni, hogy egy ilyen icipici talapzatot kap, ez óriási nagy dög, és mégis stabilan meg tud állni, szóval egy kis mozgást bőven kibír, és egyszerűen nem fér a fejembe, hogy ezt hogy találták, meg nyilván ki lehet mérni, hogy hol van a súlypont, meg minden, de hogy pont el legyen találva, hogy ott legyen a nyílás, meg hogy egy ilyen relatíve kicsi alapterületű támaszték is megtartsa, szóval egészen zseniális, hogy erre is olyannyira odafigyeltek, hogy egy ilyen elegáns és letisztult dolog legyen a támaszték is, és nem csak a repülőgép. Szóval nagyon egyszerűen le tudjuk amúgy emelni, mivel csak ide be van ejtve, és ha megfogjuk a gép tetejét, akkor le tudjuk szedni, és akkor itt, vagy gép tetejét, igen, gép tetejét, itt látható egy kis négyzetes nyílás, illetve a kis állványunkon is ugyanúgy látszódik ennek a inverze, szóval a kis négyzetes kitüremkedés, ugye csak szimplán be tudjuk helyezni, nincsen semmi más rögzítés, és nagyon stabilan fogja. Ami még másik dolog, ami nagyon tetszik ebben az állványban, az az, hogy ez egy arch vagy boltív elem,
amitnek az alsó részét mutatják, és hogy ez is tök jól illik hozzá, hogy ugye itt vannak ezek a keresztmerevítők benne, és ez is egy olyan, nem tudom, ilyen repülőgép alkatrésznek tűnik így, egészen elképesztő, hogy milyen jól lehet használni a különböző alkatrészeket így a tulajdonságait alapján. Ugye a talapzat az magában az barna színű, és el tudunk rajta helyezni egy ilyen furcsa méretű 4x8-as méretű inverz tájt, vagy csempét, amire fel van printelve a Concorde, és még jó pár érdekesség, ugye a maximum sebességről, meg a tolóerőről, meg nem tudom, mindenféle drogról, meg rajta van a 10318-as tételszám is, szóval egy ilyen kis érdekességet is láthatunk, nagyon szép a dizájnja. És akkor most már tényleg a gép jöjjön, honnan is kezdik a pilóta fülkénél. Ugye nagyon jellegzetes a Concorde-nál, hogy ilyen nagyon hosszú, elkeskenyedő orr része van, és emiatt nehézségekbe ütközik leszálláskor, hiszen hogyha így teljesen felhajtva nézzük, akkor nem látnak ki a pilóták, hiszen olyan szögbe kell talajt érni, és így vakon nem nagyon lehet leszállni. Emiatt valósították meg úgy az orr részt, hogy azt leszálláskor és felszálláskor lehajtották, vagy lehajtódott, és így jobban ráláttak a kifutópályára a pilótáink, és ugye itt a LEGO verzióban is ezt megkapjuk. Nyilván itt nehézséget képez a LEGO-nál, hogy az alkatrészek közötti hézag megmarad, és így a lehajtott állapotban egy viszonylag nagy hézagot kapunk, viszont ez kell ahhoz, hogy jól működjön ez a funkció, és itt van az egyik olyan alkatrész, amit, vagy igazából itt van két olyan alkatrész is, amit kifejezetten ez a készlethez gyártottak, az egyik az első szélvédő elem, ami a valóságban is úgy volt, hogy ilyen dupla szélvédője volt a gépnek. Ugye volt egy, ami így az orrnak azt a kúpos, kiszélesedő ívét adta meg, és volt egy valódi szélvédő, vagy egy valódi üveg, ami pedig a pilóta fülkének a része volt. És ugye itt is ugyanígy két komponensből áll össze, és a másik ilyen speciális ide készített alkatrész, az pedig az orron a legalsó kón, vagy ilyen csonkakúla, régen volt már a matek óra, szóval ez a szép nagy alkatrész, ami csak ebben a készletben található még meg. Aztán megyünk tovább, akkor itt látható az 1-1-es méretányba kiemelt wedge-ünk, ugye a szép kis Concorde felirata és a piros csíkkal, és a piros csíknál nagyon jól néz ki, hogy ez végigfut a gép törzsön. Nagy részt piros plétekkel van kialakítva, de itt a gép törzse közepénél 2x4-es tájlon van ez a piros csík folytatva a printeléssel. Itt ugye a kialakítás miatt ugye nem lehetett ez a plate csík így folytatólagos, és emiatt kellett ilyen alternatív megoldást választani, illetve ahol befejeződik, ahol elkeskenyedik a farok résznél, ott is egy tájl adja meg ezt a mintát, tehát ott is festéssel valósították meg. Ami még kifejezetten szimpatikus az egészben, hogy láthatóak rajta ilyen kis kitüremkedések, ezek ilyen kis negyedkör tájlokkal vannak kialakítva. Ezek ilyen kis különböző szárnyacskák voltak, amiknek valamelyik mérőberendezéshez volt köze, most már nem tudom megmondani, hogy melyikhez, de azt hiszem, hogy ez ilyen kis, vagy nem tulajdonítottam neki jelentőséget, és nem tudtam, hogy miért van rajta, és amikor utána néztem, akkor kiderült, hogy ez a valódi gépen is rajta volt, és hogy ez fontos dolog, hogy rajta legyen, és ugye itt felül megkapjuk, illetve itt alul is az állvány támasztéka előtti részen ugyanolyan kerítést kapunk, és ez csak így be van nyomva két start közé, ez eléggé kis érdekes. És rendben pedig elkezdődik az utaskabin rész, ahol pedig ilyen szép nagy slope alkatrészeket kapunk, és ezekre vannak felprintelve a kis icipici ablakocskák. És ahogy így haladunk, itt egy bizonyos pontnál le tudjuk szedni az utastér tetejét, hogyha eléggé kitartóak vagyunk, úgy tudjátok behatárolni, hogy itt a két stados plate közötti részt, tehát a két sima plate közötti részt lehet felemelni, csak eléggé keményen van rögzülve. Szóval így hozzáférünk az utastérnek egy apróbb szegmenséhez, ahol kialakítottak egy folyosót, meg egy keresztfolyosót,
két WC-t, ezek nagyon kis viccesek. Ugye ilyen két alkatrészből állnak, és eléggé ormótlanul nagyok, de nagyon aranyos, hogy belehelyezték. És mögöttük pedig összesen 2x6, szóval 12 ülést kapunk meg médium nugát árnyalatban. És ezek pedig ilyen technik liftarm alkatrészek, és ez is eléggé jó pofa, hogy így belekerült. És összességében ezt lehet látni, ezt lehet megnézni a belső térben, az összes többi rész az zárt. De gondoljátok rá, hogy ez is mennyire zseniális, hogy itt a géptörzsnek a, hát nem közepén, de mondjuk így hogyha négyre osztjuk, akkor itt a harmadik negyedénél meg lehetett engedni azt, hogy a merevítés az olyan erős a szárny tövében, meg az alsó részben, hogy a felső részt le tudjuk emelni, és hogy a felső rész az nem is szolgál itt merevítésként már. És ugye utána szépen vissza tudjuk nyomni, és visszakerül minden a helyére. A delta szárnyakra szeretnék egy kicsit jobban kitérni, mert elképesztően jól valósították meg, hogy ugye hozza azt a lekerekített mintát, vagy alakzatot, de összességében pedig mind ugye sima szlópokból áll, amik nem lekerekítettek, hanem X döntési szögűek, és mégis ezekből az egyenes alkatrészekből annyi helyen meg van törve, annyi különböző szögű van, hogy kiadja ezt a lekerekítést, ami elképesztően jól néz ki. És a szárnynál pedig milyen érdekesség, hogy nem úgy van kialakítva, hogy mondjuk egy plét réteg, aztán egy másik plét réteg, és aztán egy tile réteg, hanem ez így végül is fektetve van, brikekből áll, meg nyilván vannak így a brikek között plétek is, de hogyha így a gépet nézik, akkor nem így állnak a koszkáink, vagy a plétjénk, hanem így előrefele, és ez is elképesztően jó, hogy ez az elfordított építési technika van benne, hogyha úgy nézzük, hogy a géptörzs, meg a szánynak az iránya alkatrészek szempontjából az 90 fokkal el van csúsztatva, és ennek köszönhető az, hogy alul és felül is ennyire letisztult, státmentes, meg vékony az egész szárny. Ez kellett ahhoz, hogy tényleg ilyen vékony és kecses legyen az egész, szóval zseniálisan jól megoldották. Aztán megkapjuk a négy hajtóművet is, ami ugye egymás mellé van szerelve kettő-kettő, elől megvan csinálva a kis bemeneti nyílás, ahol a levegő be tud áramolni, és ahogy elérkezünk a hátuljára, ott kiszélesedik, és ugye itt a fekete nagy ilyen kürtő jellegű dolgot is megkapjuk, és benne pedig transzparens narancssárga színű alkatrész adja meg a lángcsóvának a hatását, vagy nem is lángcsóvának, hanem a hő, meg mindenfélenek így a színét, meg mintáját, szóval olyan, mintha repülne, de nyilvánvalóan az összes ilyen hajtóműves LEGO szerzeménynél ugyanezt eljátszák. Aztán van még olyan funkciónk is, hogy a kis szárnyvéglapokat, ugye ezeket a vízszintes kis vezérsíkokat tudjuk állítani, fel és lefele is, és összesen 3-3 külön ilyen szegmensből áll össze az egész. Aztán függőleges vezérsík, az is egy brick széles, és alul sötétkék színű, szépen rajta van a Concord felirat, és ugye a felső rész az fehér, és ezt is tudjuk állítani, ez is két szegmensből áll össze, nagyon szépen működik, nagyon jól kialakították, és ez is nagyon szimpatikus benne, hogy egyfelül felül ugyancsak itt van ez a kis kitüremkedő kis aerodinamika jelen, vagy ilyen mérőműszernek a kialakítása, és a másik, ami ugyancsak nagyon jó, vagy számomra kedves, hogy ilyen részletre is figyeltek, hogy itt van a sötétkék részén egy kitüremkedés, és a túloldalon felül pedig a fehér részből is, és ez a valóságban is ott volt, mivel a valóságban is két ilyen szegmensből állt össze ez a vezérsík, és ezeknek a mozgatásához a mechanikai alkatrészek azok nem fértek el teljesen a szárny vezérsíkjába, és emiatt ilyen kis kitüremkedése van, és ugye ezt is leutánozták, és ez zseniálisan jól sikerült. És akkor az utolsó funkció pedig az, hogy ki tudjuk csalogatni a futóműveket, ki tudjuk tekerni, ez pedig úgy, hogy a gép hátuljában, vagy a gép hátulját elkezdjük csavarni az egyik irányba, amelyikbe tudjuk, nyilvánvalóan a másikba, mint ahogy elkezdtem, és így szépen láthatjátok, hogy előbukkannak a kis futóműveink, és itt láthatjátok őket, teljesen
menetkész állapotban. Ha leeszek az állványra a gépet, akkor az asztalon lehet gurítani, meg megtartja magát, nagyon stabil szerkezetről van szó. Ugye elől egy ilyen sima két gumis kereket kapunk, hátul viszont kétszer négy kereket láthatunk, ugye mégiscsak az a masszívabb, keményebb része a gépnek, ami nehezebb és több felület kell, hogy meg lehessen biztonságosan tartani. És ez is zseniálisan jól működik, hogy értek a gép hátulját, elkezditek csavarni, és akkor fel tudjátok hajtani, meg vissza tudjátok húzni, és teljesen hibátlanul működik az egész, és elfér a gép törzsben, és tényleg csak dicsérni tudom, mert nagyon szépen és jól kitalálták az egészet. Illetve még van egy másik futómű is, ami ugyancsak a gépnek a nagyon különleges méretei miatt volt szükség, hogy kialakítsák. Ezt manuálisan tudjuk kihajtani, ami teljesen itt a fenék részben van, így a függőleges vezetésik alatt, ez a farok futómű. Ami azért kellett, mert ugye egy ilyen nagyon speciális szögbe kellett érkezni a leszálláskor a gépnek, és hogy ne érjen le a farokrész a futópályához, ez segített így a pilótáknak a manőverezésben, mint a leszállásban, és ez is egy nagyon jó kis részlet, hogy megkapjuk. De nyilvánvalóan a fő futóművek az a szárny alatti és az orr rész alattiak. És szerintem ezzel mindent elmondtam a készletről, amit szerettem volna. Tényleg egy zseniálisan jó dologról van szó. Élvezetes volt az építés is, és a végeredmény pedig zseniális, gyönyörűen néz ki, és büszkén fogom a Saturn V-os űrhajó mellé kitenni. Ezzel pedig a videó végéhez is értünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez az adás, ha igen, akkor lájkoljátok be, és ha még nem tettétek meg, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Hamarosan találkozunk majd egy másik videóban, addig is jó legózás nektek, sziasztok!